Vitárius Györgyök, a tangvérlés.hu-nak a tulajdonosa. Mi hoztuk ezt a technikát is, ami itt a hátam mögött van, meg ott a Tigris harckocsit is, ami urasztatjuk az embereket a kempnek a meghívására. A mögöttem álló ez egy T-34/76, ez a háború korai szakaszában jelent meg, a máradoni áttörésnél is jelentős szerepet vállalt. Ez gyakorlatilag mélytelepes állapotban találtuk meg, mi újítottuk föl, meg építettük meg rá ezt a replikatív felépítményt, ezt a tornyot. A másik, ami kint van, az pedig egy Tigris harckocsinak az úgymond replikája vagy másolata. Egy T-55-ös harckocsi alvázra építettük, makettek meg amit még föl tudtunk deríteni néhány tervezet annak alapján. Miért fontos, hogy találkozzanak a mai emberek ilyen eszközökkel? Én azt szoktam mondani, hogy a gyávák korában a hősökről is meg kell emlékezni, és én azt gondolom, hogy a minden háborúnak volt valamilyen tanulsága, akár fejlődés szempontjából, akár abból a szempontból, hogy mit kellett volna máshogy csinálni, és én szerintem nem eltitkolni kell, hanem ezeket bemutatni, ezeket a dolgokat. Persze úgy, hogy mondjuk ez az embereket ne arra predesztinálja, hogy még több háború, hanem inkább pont a békességet, a békét keressék. Hol lehet veletek találkozni? A mi telephelyünk az Tapolcán van, a volt páncélos laktanyába, ott lehet ezeket az eszközöket is kipróbálni, de járunk ezen kívül is még hadifesztiválokra, bemutatókra, hasonló rendezvényekre.